A zsidóság a kezdetektől miért pont ezt a nevet adtuk ennek a sorozatnak? Az az oka ennek, hogy a kezdetek szó egy nagyon szimbolikus szó a zsidóságban. A Tóra, Mózes öt könyve úgy kezdődik, hogy kezdetben az örökkévaló teremtette az eget és a földet, Bereshit bara Elohim et hasamaim ve et haaretz, és ezért adtam ennek a kurzusnak ezt a címet, ami egy 10 részes sorozat lesz, és az első részben a kóserságról fogok nektek beszélni, nagyon-nagyon alapszinten. Tehát csak a kóserságról lehetne egy 10 részes sorozatot tartani, amire én nem vállalkozom, én egy nagyon picike áttekintést nyújtok számotokra. Ez a sorozat 4 szervezet közreműködésével valósul meg, a zsblog.hu, a Komáromi Zsidó Hitközség, a Mazsi Hisz és a Bálint Ház közös szervezésének eredményeként vagyunk most itt. Miről lesz ma szó? Először is tisztázzuk a kóser, illetve a kóserság fogalmát, majd áttérünk a húsokra, halakra, szárnyasokra, a tojásra, gyümölcsre, zöldségekre, rizs, liszt és egyéb gabonákra, és a végén a kóser konyhára, illetve egy picit foglalkozunk majd a Pészákkal is, mert az egy nagyon különleges ünnep a kóser konyha szempontjából. Kóser vagy nem kóser, szerintem elég sokszor lehet hallani azt, hogy ez nem kóser. Így. Főleg a negatív jelzővel ellátott kóserság szerepel a mindennapi beszédben. Ha néztek amerikai filmeket, ott is nagyon gyakran előfordul, hogy ez nem kóser. Most mit jelent az a szó, hogy kóser? Azt jelenti, hogy alkalmas, megfelelő. Ennek az ellentéte a tréfli, ami tiltott dolog használatra vagy fogyasztásra. A kóser az nem csak a kóser konyhában jelenik meg, mint fogalom, hanem a zsidóság számos más területén is előkerül. Például kóser tud lenni egy tóratekercs, illetve tréfli tud lenni egy tóratekercs, majd erről fogunk később beszélni. Héberül kásrútnak hívjuk a kóserságot, a kóser ételeket pedig kásernek nevezzük. Miért is alakult ki a kóserság, mik a gyökerei? Alapvetően a Tórában van említés arról, hogy miket szabad, és miket nem szabad fogyasztania egy zsidónak. Alapvetően tisztasági szempontból választja el a Tóra azon állatokat, illetve ételeket egymástól, amiket szabad, illetve nem szabad fogyasztani. Ez egy elég gyakori tévhit, hogy azt mondják, hogy egészségügyi okok miatt például nem esszük együtt a húsost és a tejest. Ez nem így van, noha azóta már bizonyították, hogy igazából egészségesebb nem együtt fogyasztani ezeket. Hoztam egy pár tórai idézetet nektek, hogy hol szerepel a kóserságról említés. Mózes 5. könyve, 14. fejezet, 21-es mondat, ne főzz gödőjét anyja tejében. Ebből az egy mondatból levezették bölcseink azt, hogy nem szabad húsosat tejessel enni, de erre majd később visszatérünk. Mózes 2. könyve, 22. fejezet, 30. mondat, a mezőn széttépett állathúsát, ez a tréfá, ne egyétek meg. Ugye látjátok, a tréfá és a tréfli szó nem véletlenül hasonlít egymáshoz, mert hogy a kóser ételeket, kóser állatokat csak bizonyos módú vágás után lehet fogyasztani, elhullott, széttépett állatot tilos.
és az utolsó idézet, Mózes 3. könyve, 20. fejezet 25-ös mondat, tegyetek ezért különbséget a tiszta és tisztátalan állatok között, a tisztátalan és tiszta madarak között. Erről már beszéltünk, hogy tisztasági szempontjai vannak a kóserságnak alapvetően. Mit, mivel, hogyan? Alapvetően három kategóriát tudunk elkülöníteni egymástól. Vannak a teljes ételeink, amik nem csak a tejet jelentik, hanem bármilyen más tejből készült ételt. Például túró, tejföl, joghurtok és bármi más, aminek tej az alapanyaga. Húsos étel, ez eléggé evidens, hús és abból készült ételek. És van egy harmadik kategória, a párve vagy páros, ami azt jelenti, hogy az étel se nem húsos, se nem tejes. Ugye az alapvető szabály, ezt az első idézetben láttuk, hogy a tejest és a húsost nem esszük együtt, de a párve ételeket lehet mind húsossal, mind tejessel fogyasztani. Na most nem csak, hogy nem esszük együtt ezeket a teljes és húsos ételeket, hanem nem is főzzük együtt, és tilos hasznot húznunk e kettő egymással való fogyasztásából. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy bajban vannak azok a zsidó étterem tulajdonosok, akik nem kóser konyhát vezetnek, vagy azok a szakácsok, akik zsidók, és nem kóser konyhában dolgoznak, mert hogy a Tóra szerint ezen tevékenységek tiltva vannak. Itt, amit láttok a képernyőn, ez három szó. Halavi azt jelenti, hogy teljes, párve azt jelenti, hogy semleges, és a bassari húsos. Ezek egyébként matricák, és ezzel is jelölik egy-egy kóser konyhában, hogy mi milyen edény vagy eszköz. De erről később még beszélünk. Nézzük meg, hogy milyen törvények vannak a Tórában. Ugye Tóra Mózes 5 könyve, 613 micvát, azaz parancsolatot tartalmaz. Bizonyos micvák meg vannak indokolva, illetve saját eszünkkel értjük, hogy miért kell úgy tennünk, vagy nem úgy tennünk, ahogy az parancsolva van. Ilyen a ne ölj micvája. Azonban jó pár esetben nem találunk mögöttes okot. Pont ilyen a teljes és a húsos ételek együtt nem fogyasztása is. Térjünk át a húsokra. Itt most az emlősökre fogok gondolni hús alatt. Tórában szerepel, hogy melyik állatok húsa fogyasztható. Két úgynevezett jelük van ezen emlősöknek. Az első jel az, hogy hasított a patájuk, a második jel az, hogy kérődznek. Az összes többi tiltva van. Mind a két jelnek meg kell felelniük ezen állatoknak, ilyen például a marha, birka, kecske vagy a szarvas, de van olyan állat is, amelynél az egyik kritérium teljesül, de a másik nem. És olyan is van, aminél mindkettő teljesül, viszont bizonyos okok miatt mégsem fogyasztjuk, mégpedig azért, mert nem tudnánk levágni, ilyen például a zsiráf. Nézzük a szárnyasokat. 24 tiltott szárnyas sorol fel a Tóra. Nincs megindokolva az, hogy ezeket miért nem szabad fogyasztanunk, de általában az a közös bennük, hogy ragadozók. De ami tuti kóser, az a tyúk, pulyka, liba, kacsa. Nézzük meg a halakat. Két jel van a halaknál,
az uszony és a pikkely. Itt is mindkét feltételnek teljesülnie kell. Tehát nem elég, hogyha egy halnak mondjuk csak pikkelyük van, és az sem elég, hogyha uszonyuk van. Például a busa és a lazac teljesen kóser halnak számítanak. A hal nem számít húsnak, tehát lehet enni teljes étellel. Igazából húsossal is lehetne, de ott van egy úgynevezett hiedelem, ami miatt nem fogyasztjuk együtt a húsos és a halas ételeket, ebbe most nem fogok belemenni. A lényeg az, hogy elvileg lehetne enni, de mégsem esszük együtt a halast és a húsos ételt. Mit látunk a képen? Most, ha egy élő előadáson lennénk, akkor mindenkin azt látnám, hogy hú, itt valami nem kóser, mert hogy a húson folyik a sajt, ami ugye micsoda, hát nem biztos, hogy kóser, mert hogy húsost és tejet nem eszünk együtt. Viszont abban az esetben, hogyha ez a sajt, amit gusztán rá van olvadva a húsra, vegán sajt, akkor semmi akadálya nincs ennek az elfogyasztásának. És van olyan eset is, amikor látszólag teljesen kóser minden, azonban esetleg nem megfelelően lett levágva az a hús, így mégsem kóser. Na, mitől lesz valami kóser? Most lelőttem a poént, tehát attól, hogy egy szárnyas vagy egy emlős kóser, attól még nem fogyasztható egyértelműen, hiszen még számos kritériumnak kell megfelelnünk ahhoz, hogy tényleg kóser legyen az a hús. Az első feltétel az, hogy sóhet, sáhter, sájhet, nagyon sok elnevezése van a metszőnek, aki a rituális vágást végzi. Nagyon fontos, hogy a zsidóságban az a legfőbb szempont, hogy az állatnak a legkisebb fájdalmat okozzuk, amikor levágjuk, és nagyon gyorsan történjen a dolog. Ezt éveken keresztül tanulják a sóhetek, és nagyon speciális több ezer dolláros késkészleteik vannak, amiket erre felhasználnak. Miután megtörtént a vágás, megnézik, hogy maga a hús kósere, ez főleg az emlős állatoknál fordulhat elő, hogyha valamilyen betegségben szenvedett mondjuk egy tehén, akkor az bizonyos kósersági szintet tartók számára kóser, viszont egy bizonyos kóser a húsunk. Utána ki kell kóserolni, vízben kell áztatnunk egy ideig, aztán sózni egy ideig, hogy a maradék vér is kijöjjön belőle, majd le kell öblítenünk. Ezután már csak egy feladatunk van, hogy egy kóser konyhában zsidó vagy zsidó felügyelete alatt elkészüljön ez a hús. A zsidó kósersági felügyelőt úgy hívjuk, hogy mesgiach. Nézzük meg, hogy mi a helyzet a tojással. Tréfli állat tojása szintén tréfli, magyarul nem fogyaszthatjuk olyan állat tojását, aminek a húsát nem fogyasztanánk el. Oké, megvan a tojásunk. Nézzük meg, hogy minek kell még megfelelnie. Amennyiben kemény tojást főzünk, nincs semmi dolgunk, feltesszük a vizet, beletesszük a tojást, és megfőzzük. Mi van, hogyha egy rántottát készítenénk? Felbontjuk a tojást, és ha vércsepp van benne, akkor azt sajnos ki kell dobnunk,
nem elég kiszednünk ezt a vércseppet a tojásból, hanem ez már nem kóser, bármi is történjen. A fehér tojásban általában ritkábban található vér, ezért akik kóser háztartást vezetnek, inkább ilyen tojást szoktak venni, mert kevesebbet kell kidobniuk, mint ha rendes tojást vásárolnának. Még egy eset történhet a tojással, hogyha a fő tojás fogyasztása közben észrevesszük, hogy hoppá, ott egy vércsepp van, akkor be kell fejeznünk ennek a fogyasztását, és ki kell dobnunk, hiszen megtudtuk, hogy nem kóser ez az étel. Mi a helyzet a gyümölcsökkel és zöldségekkel? Szintén nem szabad fogyasztanunk rovarokat és férgeket, ezért bizonyos zöldségeket meg kell vizsgálnunk. Két csoportra tudjuk felosztani ezen ételeket. Vannak olyanok, amelyeknél a rovarok előfordulása ritka, és nem kell megvizsgálnunk. Ilyen a banán, narancs, paradicsom, vagy a burgonya, de még millió mindent fel tudnánk sorolni. Viszont van az a kategória, amelyeknél nagyon-nagyon gyakori, hogy rovarok, férgek található bennük. Ilyen a káposzta, fejes saláta, gomba, spárga, cseresznye, szilva, őszi borack, olivabogyó. Ezeket át kell vizsgálnunk fogyasztás előtt. Én ismerek olyanokat, akik például nem fogyasztanak karfiolt és brokkolit, mert azokat annyira nehéz átvizsgálni, sőt, szinte lehetetlen átvizsgálni, hogy azt mondják, hogy inkább nem kockáztatják meg azt, hogy ilyet fogyasszanak, mert tényleg annyira picike kis bogarak tudnak bennük elbújni, hogy nem lehet kivédeni. A káposztát is szintén nagyon nehéz megvizsgálni. Van, akik lámpához teszik a káposzta leveleket, és még nagyítót is használnak hozzá, hogy átnézzék alaposan. Mi a helyzet a rizssel, liszttel és egyéb gabonákkal? Ezekben ugye lehet rovar. Tehát mondjuk a lisztben gyakori, hogy látunk kis fekete élőlényeket. Ezeket a lisztet ezért leszoktuk szitálni, hiszen a szita fenntartja, nem engedi át ezeket a rovarokat. A rizsben is szokott előfordulni rovar, ezt kézzel szoktuk átnézni, illetve ami még sűrűn előfordul, hogy a bab, ami a zsidó konyha egy jelképes étele a szombati sólet miatt, abban is szokott lenni valamilyen bogár, azt is kézzel szokták átnézni. A pékárunál elég fontos információ, hogy a legtöbb esetben párvék, azaz nem tejjel készülnek, hiszen így lehet mind tejeset tenni hozzájuk, és húsost is, természetesen nem egyszerre. Vannak teljes pékáruk is, de inkább arra törekednek, hogy semleges legyen. Miért fontos ez azon kívül, hogy kósersági szempontból praktikusabb? Azért, mert egyre gyakoribb az, hogy valaki laktózérzékeny, mondjuk, és akkor ő elkezd kósert fogyasztani. Tehát most már elterjedőben van az, hogy nem zsidók is keresik a kóser párve termékeket, mert abban biztosak lehetnek, hogy nem tartalmaznak semennyi tejet. Egy picit beszéljünk a kóser konyháról. Itt látunk egy mintakonyhát. Van ugye kék, zöld és piros jelzés. A piros jelzés a teljes, a piros jelzés a húsos, a kék jelzés a teljes, a zöld pedig a
párve eszközöket jelzi. A kásárolás nem más, mint a tréfli eszközök megtisztítása, amelyek után kóserrá, azaz alkalmassá válnak arra, hogy használjuk őket. Csak a fémből vagy fából készült eszközökre vonatkozik ez a kóserolás, üvegből és agyagból készültekre nem. Hogy történhet a kóserolás? Két módja van, vagy forró vízbe helyezzük, vagy addig hevítjük, míg izzani nem kezdenek. Új konyhai eszközök esetén el kell vinni ezen tárgyakat a mikvébe, ami nem más, mint a rituális fürdő. Itt Budapesten a Kazinci utcában működik egy mikve. Itt könnyebb dolga van az embernek, mint máshogy, viszont mikvének számíthat bármely folyóvíz is. Ha nem porcelánról van szó, az alámerítés előtt áldást kell mondani. Ha műanyag vagy fa az anyaga az új eszköznek, akkor még alámerítésre sincs eszköz. Igazából a műanyag az rendkívül népszerű Izraelben a kóserság miatt, hiszen nem kell kóserolni, és rendkívül könnyen használható, aztán egy pár év múlva, amikor nem lehet műanyagot kapni, sok izraeli fog csalódni ebben nagyot. Még a kóser konyhához annyit, hogy van az a tévhit, hogy feltétlenül két hűtőt kell használni, egy teljes és egy húsos hűtőt, ez nem igaz, bőven elég, hogyha az egyik polcon vannak a húsos termékek, a másik polcon pedig a teljes termékek, viszont a két mosogató az rendkívül hasznos tud lenni kósersági szempontból. Egy picit beszélnék nektek a pesachi kóserságról, mert az egy extrán bonyolult téma. Pesach az Egyiptomból való kivonulás ünnepe, nemrég volt Pesach, ez egy az Izraelen kívül 8 napos ünnep, Izraelben 7 napos. Ilyenkor nem fogyasztunk kovászos ételeket, és az ünnep előtt egy nagy takarítást kell végezni, ahol felszámoljuk az összes lakásban, illetve birtokunkban található kovászos ételt. Ilyenkor ugye bármilyen edény, amit az év többi napján használtunk, nem kóser, mert hogy hozzáérhetett kovászoshoz. Ezért a nagyon vallásosoknak van egy külön évi 8 napra vagy 7 napra szóló készlete, amiket Pesach alatt használnak csak, és utána gondosan lezárnak, hogy még véletlenül se kerüljön rájuk bármiféle kenyér származék, morzsa, bármi, amitől esetleg már nem kóser. Nézzük meg, hogy mi a helyzet a boltban megvásárolható, előre csomagolt élelmiszerekkel. Ezeken jó esetben van egy kósersági pecsét, az úgynevezett heksér. Mint látjátok itt a képeken, én itt 6-ot mutatok be nektek. Ezek elég ismertek és elég gyakran előfordulnak. Miért kell ez? Egy vallásos zsidó csak olyan előre csomagolt ételt fog megenni, amin szerepel valamilyen heksér. Nagyon-nagyon sokféle heksér létezik, és nem mindegyik ugyanolyan szintű. Van, aki számára az egyik heksér elfogadott, a másik pedig nem. Van, aki megelégszik egy úgynevezett alacsonyabb rendű heksérrel, még egy nagyon vallásos nem. Tehát az sem mindegy, hogy ugyan valaki számára kóser az adott étel, de nem biztos, hogy a másiknak is az. Vannak erős heksérek, és vannak gyenge heksérek. És Pesachkor külön jelezve van, hogy az étel Pesachra kósere
vagy sem. És elég gyorsan végigmentünk az anyagon, ezért elmondanám azt, hogy milyen fogalmak hangzottak el, esetleg ismeretlen fogalmak hangzottak el a mai előadáson. Megismerkedtünk a kóserság fogalmával, utána a tréflivel, a túrával, teljes húsos és párvejételekkel, micva, sóhet, mesgiák, mikve és heksér hangzott még el ma. Remélem, hogy mindenki emlékszik rá, hogy milyen kontextusban jöttek elő ezek a fogalmak. Semmi baj, hogyha nem. Valószínűleg feltesszük ezt az előadást valahova. De jövök nektek még egy találós kérdéssel. Van egy olyan élőlény, amelyik nem kóser, azonban amit előállít, az kóser. Meg kéne fejtenetek, hogy melyik ez. Most adok nektek hangot, hogyha valaki jelentkezik, én leveszem közben a megosztást, hogyha valaki jelentkezik, akkor felszólítom, hogy mondja. Dani! Én a négyre tippelnék. Nagyon jó tipp. Már hogy mit állít elő? Mézet. Így van. És a méz az kóser. Tehát nagyon gyakori, hogy rá van írva a mézre, hogy kóser, azonban teljesen felesleges ez a kósersági pecsét egy mézen, hiszen egy méz csak kóser tud lenni, nem tud nem kóser lenni. Minden méz kóser. Elég gyakran lelőtte Dani az én kis beugratós kérdésemet, de semmi baj, örülök neki, hogy megfejtetted. Én igazából ennyivel készültem nektek mára, és várnám a kérdéseket. Ha tudok válaszolni, válaszolok. Ha valami nagyon bonyolultat kérdeznétek, akkor meg fogom mondani, hogy inkább kérdezzétek meg mástól, és mondok is valakit, aki válaszol majd rá. Igen, ez nagyon tipikus, hogy általában itt Közép-Kelet-Európában az emberek nem szeretnek kérdezni, valamiért félnek ettől, pedig ó, Lucia, parancsolj! Nekem az lenne a kérdésem, hogy tojást az kóserboltba kell venni, vagy az is kóser tojásnak számít, amit mondjuk egy bármilyen más szupermarketbe meg lehet vásárolni? Bármilyen tojás kóser lehet, csak ugye meg kell vizsgálni, tehát nem muszáj a legdrágábbat megvenni a kóserboltban, mert fehér tojást igazából máshol is lehet kapni, de ha nem fehéret veszel, akkor sincs semmi, csak nagyobb valószínűséggel végzi a szemétben, hogyha átnézed. Rendben, köszönöm. Én is köszönöm. Ó, igen, 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 Panka! Én nekem olyan kérdésem lenne, hogyha mondjuk van egy valamilyen gyümölcs vagy zöldség, amiben esetleg olyan, amiben nem nagyon fordul elő bármilyen rovar, tehát mondjuk egy paradicsom, de mondjuk a félbevágjuk, és mondjuk úgy van benne, hogy még nem vág bele az ember például a rovarba, és hogy kiveszi, akkor az rendben van? Hogyha kivágod azt a teljes részt, amit érinthetett a rovar, akkor fogyasztható. És akkor, hogyha mondjuk úgy vágja az ember félbe, hogy a rovarkát is félbevágja? Az már bonyolultabb helyzet. Akkor még egyet félbevágsz, hogy teljesen kivágd a rovaros részt. Uh-huh. Megoldható, tehát még vannak menthető elemei annak a paradicsomnak. Uh-huh. Dani, nagy Dani. Igen, köszönöm. Ugye elhangzott, hogy a különböző anyagból készült evőeszközökre más kosarolási szabályok vonatkoznak, eléggé nagy eltérések vannak. Ennek van valami oka, magyarázata? Van, én tudok neked adni egy nagyon jó könyvet a kóserságról,
így néz ki, gyakorlati útmutató a kásrúthoz. Én ezt odaadom neked, sőt, másnak is befotózok bizonyos részeket, hogyha részletesen érdeklődik egyes témák iránt. Van oka, de most nem mennék bele, mert nem biztos, hogy mindenkit pont ez érdekel, de majd szóljál Dani privátban, és akkor üzletelünk. Jó, köszönöm. Lúcia. Ja, nem jelentkeztem, nem tudom. Nem jelentkeztél, értem. Még valaki? Szijjártó Erzsébet. Szeretném kérdezni, hogy én nem zsidó vallást gyakorlok, de engem érdekel egy csomó minden. De hogy például olyat, hogy hol találok olyan boltot, ahol kóser dolgok vannak a kóser piacon kívül. Uh-huh. Magyarországon jelenleg, ha jól tudom, csak Budapesten működik két kóserbolt, az egyik a kóser piac, amit említettél, illetve a kóser deli másfél utcával feljebb a Síp utca 12-ben működik, ott is lehet kóser ételeket vásárolni. Értem, és még annyi kérdésem van, hogy és ezekben a boltokban úgy mondja, nem zsidók is be tudnak menni? Persze, hogyne, nem kérnek származási papírt az ajtóban, nyugodtan, örülni fognak neked. Napért például egyértelmű, hogy van a kipájuk a hölgyeknél. Nem feltétlenül, tehát ez nem egy zsinagóga, nem... Nincs ilyen előírás. Még ilyen sincs, úgyhogy szeretettel várnak téged ott. Jó, köszönöm szépen. Ha szabad, ha közbe szólhatnék. Ki beszél? Feld Márti van. Igen. Szabad? Persze. Csak annyit, hogy van még egy kóser üzlet Budapesten, a Dohány utca, szem az 53-as számú. Az a kóser piac azzal. Az a kóser piac? Igen, eszembe jutott még egy, csak az nagyon ritkán van nyitva. A Dob utcában van egy bolt, az Ortodoxia boltja. Ami a Hentes üzlet mellett. Így van, a Hentes üzlet mellett egy nagyon picike bolt, és nagyon ritkán van nyitva. Közel a Klauzál térhez. Értem, köszönöm. Így van, azaz. Köszönöm. Valaki még? Laufer Józseft látom, adok hangot. Szeretettel köszöntök mindenkit. Én sem zsidó vallású vagyok, csak már évek óta foglalkozom a zsidóság történetével, étkezési szokásokkal, széher vacsorán is voltam, tehát barátokkal. És azt szeretném megkérdezni, hogy a gluténérzékenység az hogy jelenik meg a zsidó vallásban, tehát pontosabban az ételallergia. Ez most elég gyakori. Tudom. A mostani életünkben, mert hogy idézőjelben nem kóser dolgokat fogyasztunk, és ebből adódnak a különböző betegségek, ez most. Csak ez az én meglátásom. És hogy van-e olyan pékség, ahol erre is figyelnek, és az, hát, hogy a kóser pékáruk nem tartalmaznak termékeket, akkor ez abszolút kóser lehet annak, aki ételallergiában szenved. Köszönöm szépen! Akkor mondanám a választ. Egyetlen egy kóser pékség működik jelenleg Magyarországon, a Semes nevű, és most már ők is állítanak elő gluténmentes pékárut. Régebben úgy tudom, hogy egy termékük volt, lehet, hogy azóta bővítették ezt, mert ők is rájöttek, hogy egyre gyakoribb ez a probléma. Tehát igen, foglalkozik ezzel a zsidóság, hiszen zsidókat is érint a probléma, és ami gluténérzékenység szempontjából problémás tud lenni, az a
pesachi pászka fogyasztás, mert ugye az egy micva parancsolat, hogy pesachkor valamennyi pászkát el kell fogyasztani, viszont az liszt és víz keveréke megsütve, tehát ez egy komoly vallásügyi probléma, nem tudom, bevallom, hogy nem tudom, hogy ilyenkor mi a helyzet. Általában, hogyha valaki rosszul van valamitől, az ne fogyasszon semmit, fontosabb az emberi élet, ez egy alapvető elv a zsidóságban. És azt, hogy ez hol van ez a pékség? A pékség Kőbányán található, viszont itt nem működik boltjuk, hanem a már korábban említett kóserboltokban lehet a termékeiket. Síp utca 12, vagy igen, a Dohány okay. 32, ez a két hely. Szerintem az Ortodoxia boltjában nem árulnak pékárut. Értem. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Panka, jelentkeztél, hogyha jól láttam. Igen, én csak azt akartam kérdezni igazából, hogy én gluténérzékeny vagyok, és hogy én még sehol nem találkoztam ilyennel, és ezt szerettem volna csak megkérdezni, hogy hol lehet feltenni. www.kosherpékség.hu, azt hiszem ez a Semes honlapjának a címe, és ott, de írhatsz is nekik, fognak válaszolni. Jó, köszi. És keres rá, hogy gluténmentes termék, vagy termékek, reméljük már több van, és akkor tőlük tudsz venni ilyesmiket. Valakinek esetleg még valami kérdés, kérés, panasz, megjegyzés az előadással kapcsolatban? Csak annyi, hogy nagyon szép volt az előadás, és nagyon szépen köszönjük. Sokat köszönöm tanult. Szépen. Köszönjük. És akkor... köszönjük szépen. Köszönöm, hogy ennyien itt voltatok velem. Jövő héten ugyanebben az időben találkozunk, remélem. Még nem tudom, hogy mi lesz a téma, de azt tudti, hogy izgi lesz. Ígérem. És, jó, ugyanezen a linken. Ugyanezen a linken. Jó? Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Nagyon szívesen. Esetleg, hogyha van ismerősötök, barátotok, aki szeretne jönni, örömmel látjuk, nem függnek össze az előadások, természetesen a már megtanult fogalmakat érdemes tudni, de szerintem lehet úgy is jönni, hogy valaki nem vett részt az előző órán. Úgyhogy szeretettel várok mindenkit. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! És gratulálok az előadáshoz! Köszönöm szépen! Sziasztok! Sziasztok! De most már igen, kikapcsoltam. De bekapcsoltam végére, rájöttem, hogy hogy kell. Az is valami. Tök jó. Egyébként jó, mert lehet kérdezni, teljesen jó. Megkezdem a sört. A palacsintán. Nutellás palacsintán. De kóhasár nem lehet kóhasár. Igen, ilyen szisztematikusan. Rákérjük, hogy hogyan, hogy csak őt, mert ugye rossz, hogy több mindenkit látsz egyszerre. De biztos lehet beállítani, nem? Erre most már ezért vagyok.